Egy örök emléket állítani egy ennek a jubileumi évfordulónak. Egy rövid beszéddel kezdte Berlinger Attila, a Szekszárdi Babicsi Mihály Kulturális Központ igazgatója, a május 10-én tartott jubileumi faültetési akciót. A kulturális központ dolgozói ezzel zárták le az úgynevezett Babics 50 kulturális programsorozatot, és ünnepelték egyben a Madarak és Fák napját. Ezen a szép tavaszi napon, ezzel a fával koronázzuk meg akkor az eseménysorozatot, és egyben állítsunk emléket a jövőnek is. Reméljük, hogy a következő évtizedekben ez a kis fa, ahogy szépen nő, emlékeztetni fog bennünket arra, amikor az 50 éves eseménysorozat a jubileumi ünnepségnek a megvalósítását véghez tudtuk vinni. Az eseményt egy zenés előadás színesítette. A kulturális központ igazgatója azt is elmondta, hogy az úgynevezett vérszilvafa kiválasztásában a szekszárdi polgármesteri hivatal főkertésze nyújtott segítséget. Ez a fajta növény a megyei jogú város több területén is megtalálható. Úgy gondoljuk, hogy még talán a fa levelének a színe is egy picikét hasonlít a kulturális központ homlokzatára, egy szép bordó színű és egy nagyon kedves fa. Található belőle itt a környéken és a városban is több, úgyhogy reméljük, hogy igazi nagy sudárfává növekedve itt a kulturális tereinket továbbra fogja szépíteni. Szekszárdon május végén nyit a Babics Mihály Kulturális Központ, amint az intézményben működő oltópont megszűnik. Berlinger Attila azt mondja, már a következő hónapok programjainak előkészítésén dolgoznak.